A szerb egészségügyi intézményekben több mint 700 koronavírusos beteget kezelnek, jelentette ki Zlatibor Lončar. A szerb egészségügyi miniszter hozzátette, valamivel kevesebb, mint 10 napja, ez a szám mindössze 275 volt. I dalje ima naravno mesta, ali smo se mi opredelili za strategiju kada dođemo u COVID sistemu do 60-70% popunjenosti da prelazimo na kapacitete privremenih bolnica. Otvorili smo privremeno juče privremenu bolnicu u Beogradu, u njoj već ima 14-15 pacijenata i tako ćemo nastaviti dalje. Jednostavno nećemo ići do kraja da popunimo sve kapacitete u COVID, ostavit ćemo za neke iznenadne situacije i uvek se spremamo za najgori scenariju koji može da se desi. A könnyebb kórképet mutató betegek kerülnek az ideiglenes kórházakba, míg a súlyos kórképet mutató páciensek továbbra is kórházi kezelést kapnak, mondta Lončar. Azt is leszögezte, a szezonális influenza elleni védőoltás továbbra is a lakosok rendelkezésére áll. Folyamatosan érkezik az oltóanyag a szerbiai egészségházakba. Nikad veći obuhvat vakcinacije nismo imali, ali to je dobro da se ne sudare virusne infekcije. Branislav Tiodorovic, a válságstáb tagja is a fertőzöttek számának jelentős növekedésére számít a következő 10-15 napban. A járványügyi szakember szerint az új megbetegedések jelentős számát a 20 és 40 év közötti fiatalok teszik ki, akik annak ellenére, hogy jól viselik a betegséget, veszélyt jelentenek az idősebb korosztályra.